A feltámadt Jézus szavaival köszöntelek benneteket, a húsvét ünnepén békesség néktek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvéreim! Ünnepünkön a 185. dicséretet keressük meg az énekes könyvünkből. Isten tiszteletünk kezdetén a 185. dicséretünket énekeljük el. Magasztaljuk tovább mindenható atyánkat, és énekeljük a 356. dicséretünk első három versét. A 356. dicséretünk első verse így kezdődik: felvirradt áldott szép napunk. Segítségünk jöjjön az Úrtól, aki így szól: ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő, pedig halott voltam, és ímé élek örökkön örökké. Amen.
Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Isten igéjét, amint szól hozzánk Lukács evangéliumának 24. részéből. A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor emiatt tanácstalanul álltak, két férfi lépett melléjük fénylő ruhában. Majd amikor megrémülve a földre szegezték tekintetüket, azok így szóltak hozzájuk. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincsen itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt. Az emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia és megfeszítetnie, és a harmadik napon feltámadnia. Ekkor visszaemlékeztek az ő szavaira, és visszatérve a sírtól hírül adták mindezt a 11-nek és a többieknek. A magdalai Mária, Johanna, valamint a Jakab anyja Mária és más velük lévő asszonyok elmondták mindezt az apostoloknak, de ők üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek nekik. Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és amikor behajolt, csak a lepedőket látta ott. Erre elment, és csodálkozott magában a történteken. Szívünkben, lelkünkben csendesedjünk el, és imádkozzunk. Magasztalunk, örökkévaló Isten, hogy előhoztad a halálból a mi Urunkat, Jézus Krisztust, az élet dicsőséges fejedelmét, aki a bűn és a halál fölött örök győzelmet szerzett. Add nekünk, Istenünk, megelevenítő szent lelkedet, hogy Krisztussal együtt új életre támadjunk fel, és a bűn és a halál erői ellen szabad lelkiismerettel, húsvéti bizonysággal és erővel harcolhassunk. Prédikáltasd, Istenünk, a feltámadás örömhírét, hogy az általunk eljusson a félelmes szívűekig, a csüggetőkig, a gyászolókig, a betegekig, haldoklókig. Adj élő reménységet a te egyházadnak, a te népednek és az egész világnak. Kérünk, Istenünk, a te fiadért, Jézus Krisztusért, hallgass meg imádságunkat. Amen. Kedves testvéreim, Isten igének hallgatására készülve a 353. dicséretünket keressük meg az énekeskönyvünkből, a 353. dicséretünk első, második és a 9. verset énekeljük el. Első, második és a 9. verset. Kedves ünneplő gyülekezet, kedves testvéreim, az az ige, melynek alapján Isten szent lelke segítségül hívásával ma szólni kívánok hozzátok. Írva található a már felolvasott ige szakaszból, Lukács evangéliumának 24. részében,
a 24. rész 3., 4. és 5. versekben. És amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor emiatt tanácstalanul álltak, íme két férfi lépett melléjük fénylő ruhában. Az asszonyok megrémültek, és a földre szegezték tekintetüket, de azok így szóltak hozzájuk: miért keresitek a holtak között az élőt? Kedves gyülekezet, kedves testvérek, akik ma a képernyők előtt ültök, vagy a monitor előtt, ott nézitek és hallgatjátok az Isten tiszteletet. Hiszem, hogy Isten szent lelke a mai napon is összeköt bennünket, egy közösségé formál, időben és talán térben még inkább távol vagyunk egymástól, de úgy gondolom, hogy a szívünk, mindannyiunk szíve Jézus Krisztusra figyel. Húsvét ünnepét ünnepeljük most, a feltámadás ünnepét, mikor Jézus Krisztus legyőzte a halált, feltámadt. Néhány héttel ezelőtt nem gondoltuk volna, hogy még húsvétkor is tart ez a förtelmes járvány, és nem gyülekezhetünk össze, nem jövünk össze. Nem gondoltuk volna, hogy ilyen hosszú ideig tart, és nem tudjuk még, mikor lesz vége. Többen a gyülekezetből már kifejezték, hogy hiányzik nekik a közösség. Hiszen Isten tiszteletet ott lehet ünnepelni leginkább, ahol ketten vagy hárman az Úr Jézus Krisztus nevében összejönnek. Mégis a technika adta lehetőségeket kihasználva, jövünk ma össze, és szólunk hozzátok, és hívunk benneteket közösségre, úrvacsorai közösségre is. Honnan érkeztek ezek az asszonyok, akikről itt szó van? Ezek az asszonyok a szomorúságból, a gyászból, a megdöbbenésből jöttek, mert elveszítették urukat, elveszítették mesterüket, akihez annyira ragaszkodnak. Szoktuk mondani, hogy a szegény embert még az ág is húzza, mert nem csak elveszítették a mestert, a rabbit, hanem mikor jó szándékú, vallásos cselekedetként odaérnek a sírhoz, hogy elvégezzék a szokásos szertartást, akkor üresen találják a sírt. Jó szándékú, vallásos emberről fogok először beszélni nektek. Majd egy picit beszélek arról, hogy mennyire szükséges az embernek néha a megdöbbenés. Néha milyen fontos Istennek a kezében az az eszköz, ami a tanácstalanság. Amikor elbizonytalanodunk, úgy érezzük, hogy kilátástalan az út, amin megyünk. Aztán arról fogok szólni, hogy ezek az asszonyok a megdöbbenésből, a tanácstalanságból, az Úrnak a szavára, az angyaloknak a szavára, hogyan változnak meg, és hogyan válnak evangélium hirdetővé, örömhír terjesztőkké. Jó szándékú, vallásos ember igyekszik az életében megfelelni a társadalmi és a vallási elvárásoknak, de nem találja a testet, Nem tesz rosszat, szeretné elvégezni a szokásos teendőket, hiszen aki már gyászolt életében, elbúcsúztatott egy kedves hozzátartozót, egy kedves személyt, egy barátot, egy ismerőst, az tudja, hogy a fájdalom szinte bénítólag hat, a gyász teljesen beszűkíti a tudatát az embernek, beszűkül a gondolkodásunk, és egy dologra tudunk figyelni, egy dologra tudunk koncentrálni, arra a személyre, aki elment, aki már nincs közöttünk. Akik gyászoltunk már, vagy éppen gyászolunk, tudjuk, hogy ez milyen furcsa fájdalommal jár, lehúzó szomorúsággal, de nem találták ott a sírban a testet. Talán mi is hasonlók vagyunk keresztényként, akik templomba járunk és hiszünk,
hogy vannak vallásos cselekedetek, valami formák, amelyeket betartunk, és igyekszünk megfelelni az egyház elvárásainak. Be is épül a hétköznapunkba, a tudatunkba, hogy e szerint kell élnünk, berendeznünk a gondolkodásunkat, de nem jutunk tovább. A hagyományokig jutunk, vagy maximum az üres sírig jutunk, hogy nincs ott Jézus. Úgy neveltek, úgy nőttem föl, hogy én keresztény értékeket vallok, de csak az üres sírt látom magam előtt, nem találkoztam Krisztussal. Ez a vallásos hit fontos lépcsője lehet annak, hogy te Krisztushoz közelebb kerülj. Fontos állomása lehet, hogy megismerd az Istent. De nem jó, hogyha ez a végcél csupán. Aztán ezek az asszonyok a megszokott vallásos cselekedettel együtt magunkba is néznek, és érdekes, hogy többes számba írja le Lukács evangélista, hogy az asszonyok közösségben voltak egymással. Vallásos cselekedetük meghatározta az életüket. Nem tudják elvégezni a szertartást. Nem találják az Úr Jézus Krisztust. És ebben a helyzetükben, azt olvastam föl a harmadik versben, meg a negyedik versben, hogy tanácstalanul álltak. Tanácstalanul álltak. Úgy is mondhatnánk, hogy elveszítették a célt, ami az úton vezette őket. Reménytelenül álltak ott. Az életünkben nagyon gyakran lehetnek olyan események, és lehet, hogy ez is egy olyan időszak most az életünkben, az életedben, nem csak a gyülekezetünknek, nemzetünknek, az egész világnak az életében, mikor tanácstalanul széttárjuk a karjainkat, és azt mondjuk, nem értjük ezt. Nem értjük, hogy az Isten mit akar velünk ezen keresztül. És jönnek a spekulációk, jönnek a furcsa gondolatok, amelyek arra indítanak, arra ösztönöznek, hogy talán az Isten büntetése, talán nevelő eszköze jelenik meg ezeken keresztül, ezen a betegségen keresztül. De más helyzetben is lehetünk tanácstalanok, akár a gyermekünkkel, munkahelyünkkel, vagy saját életünkkel kapcsolatban. A tanácstalanság, a bizonytalanság az lebéníthatja az embert. Ott áll és nézi az üres sírt képletesen. Nézzük az üres sírt, és nem tudunk mozdulni, nem tudunk indulni, és a gondolataink is teljesen beszűkülnek. Olyan események, melyekre nem készülünk fel, néha teljesen lebénítanak. Nem várt események következnek be, pedig talán az egész éves programot már elkészítettük. A gyülekezetünknek is van missziói munkaterve, és a missziói munkatervben leírtuk azokat a táborokat, azokat az alkalmakat, amelyek alapján most az évben szépen haladunk egyik hétvégéről a másikra, egyik napról a másikra. És nem lehet ezeket elvégezni ebben a formában. Olyan események, melyekre nem készülünk föl, mert vannak dolgok, amelyre nem lehet. Van, aki lebénít, mindenképpen ez egy stresszfaktor lehet. Nem, erre számítok. A tanácstalanságban, a bizonytalanságban Isten nem hagyja mégsem magára az embert. És ez az evangéliumnak, ez a feltámadás evangéliumnak az egyik fontos üzenete, hogy nem hagyja az Isten magára az embert, nem távozik el tőle, bár ő úgy éli meg, úgy tapasztalja meg, hogy az üres sír láttán még kiszolgáltatottabb az élete, de mégsem hagyja az Isten el az ő választottját. Azt olvassuk itt, hogy küldötteket, angyalokat ad, akik megjelennek, szinte oda mennek az asszonyok elé, ők is mozgásban vannak, a mennyei küldöttek, akik a mennyei világból érkeznek, és egészen az asszonyokig jutnak, azok a küldöttek, akik az evangéliumot képviselik, az örömhírt képviselik, úgy is mondhatnánk, hogy az életet képviselik, az életet mondják tovább, mert azt mondják, hogy a halál legyőzetett a halál az Isten ereje által, és ez az óriási fordulópont, ez eljut az asszonyokig is. Ez az óriási fordulópont mindenkinek az életében
elkövetkezhet, amikor már nem a halálra, az üles sírra, csupán a vallásra figyelek, hanem arra a feltámadott Krisztusra, aki az életet hozza el számunkra. Ezek a küldöttek, ezek az angyalok az életet jelentik, az életet adják nekünk. Életednek lehetnek olyan időszakai, mikor a gyász, vagy egy szörnyű betegség, vagy hagyd mondjam ki, a munkahelyed elvesztése, vagy közeli hozzátartozód szenvedése elbizonytalanít, és nem ezt vártad, nem erre számítottál. Gyülekezetek foglalkoznak most azzal, és a szeretett szolgálatunk is, a Magyar Református Szeretett Szolgálat, hogy alapokat hoznak létre, hogy az alapoknak a segítségével, az azokra gyűjt összeg segítségével támogassák azokat, akik elvesztik a munkahelyüket, azokat a családok, akik szociálisan perifériára sodródnak. A bizonytalanságban, mint mondtam, Isten mégis megszólítja azokat, akiket kiválasztott, azokat, akiket elhívott, és azokat, akiket elhívott, azokat meg is erősíti. Két férfi lépett hozzájuk, nem halucináció volt ez, nem vízió volt ez, hanem valóságosan megélt élmény. Az isteni hatalom, a mindenható megszólít a követeken keresztül. Ahhoz, hogy a hívő életünkben erősödjünk, ahhoz meg kell hallanunk az Isten igéjét. Nem csak hallgatni kell, nem csak oda hallgatni kell, de meghallani kell az evangéliumot, hiszen a hit hallásból van. Ezek az asszonyok földre szegezik a tekintetüket, és feltehetjük magunknak a kérdést, hogy miért szegezik tekintetüket a földre. Talán azért, mert félnek, mert megrémültek. Mert nem volt nekik elég, hogy üres a sír, míg újabb rémületet okozott az, hogy két angyal áll meg előttük. Csak hogy ez nem a rémületkeltés, nem a pánikkeltés, nem a félelemkeltés miatt történt így. Az Isten szava szól az angyalongon keresztül, és úgy gondolom, ahol az Isten szava szól, az Isten igéje szól tisztán, az lehet, hogy letaglóz először, lehet, hogy leszegezem a tekintetemet, mert megdöbbenek azon, hogy az Isten szava tényleg szól, és ez egy következő fordulópont a hívő életünkben, mikor a bénultságunkból rádöbbenek arra, hogy az Isten szava így szól. Akkor szól, amikor nem számítok rá, és úgy szól, ahogy nem tudom eltervezni. Hallgatom a prédikációt, és letaglóz. Vagy olvasom a Szentírást, és van egy ige rész, amely letaglóz, megdöbbent, mert úgy érzem, hogy nekem szól, rólam szól. Ez a hívő életemben lényeges állomás. És kérdeznek, az élet vezetésükre kérdeznek, a felfogásukra kérdeznek rá az angyalok, és talán téged is megkérdeznek most húsvétkor, mikor annyi negatív esemény van az életünkben, és hajlamosak vagyunk a negatív gondolkodásunkra, hogy a halálra nézzünk, azt kérdezik, miért keresitek a holtak között az élőt? Miért keresitek? A kereszten kereszt halált halt Jézus Krisztus megváltotta ezt az egész világot. Arra emlékeztünk nagypénteken. És akkor valami megfordult, valami átfordult. És megkérdezi tőlünk is az angyal, hogy miért keresitek a holtak között, a holt cselekedetekben, a vallásos cselekedetekben, csupán a hagyományokban azt, aki élő, aki soha nem mondott le az ő népéről, mindig újra és újra meg akarja erősíteni az ő népét. Miért ott keresitek, ahol nincs Krisztus? És miért nem keresitek ott, ahol viszont ott van? Kedves testvéreim, olyan hívők is járnak a gyülekezetekbe, akik keresnek, keresők. Olyan hívők is járnak a gyülekezetbe, akik ezeken a kérdéseken elgondolkoznak. A hívő élet, a keresztény élet az mindig az evangélium hirdetésével kezdődik.
Az evangéliummal kezdődik, és ebben a hirdetésben megfogalmazódik a kérdés is, amikor a te életedről kérdeznek. Miért élsz még így? Pedig tudod, hogy a családod látja kárát. Miért élsz még így? Pedig tudod, hogy a párod, a társad látja kárát. Miért nézel csak az elmúlásra, hogy milyenek voltak a szép napok, az elmúlt évtizedek? Miért arra nézel, ami már elmúlt? Az élet győzött a halál felett. Miért nem mutatod ki a szeretetedet azoknak, akikkel most elég sok időt töltesz együtt? Pedig az Isten téged is szeret. Miért félsz, ha tudod, hogy Isten veled van, és megőriz téged? Kérdezz téged is, és kérdezz engem is. Ez az angyal, és kérdezz az Isten igéje. Aztán hirdetik nekik az evangéliumot. A hit hallásból van, mint mondtam. Azt mondja, feltámadt a halottak közül. Ez egy változás. A statikus helyzetből egy dinamikus változás lép életbe, hiszen feltámadt Jézus Krisztus, és előttetek meg, megy majd Galileába. Azt is mondják az angyalok, emlékezzetek vissza, megmondatott nektek. Ki? Hát Jézus. Tanította őket. Tanította már arról, hogy ő neki el kell mennie, de azt is mondta, hogy harmadnapon fel fog támadni. És ezt nem csak az eszünkkel kell fölfogni, azt gondolom, hogy az eszünkkel nem tudjuk felfogni, hanem meg tudjuk ragadni. Hittel tudjuk megragadni. Bizalommal tudjuk elfogadni. Jézus Krisztus, aki a halálban volt, most él. És ezek az asszonyok visszaemlékeztek erre, amire utal az angyal. És mikor visszaemlékeztek, akkor rádöbbentek, hogy igen, ez így van. Megmondta Jézus előre. Milyen jó, hogyha mi is vissza tudunk emlékezni azokra az élet eseményekre, vagy éppen azokra az igékre, azokra a néha megdöbbentő eseményekre, alkalmakra, melyek kizökkentettek, eltérítettek, de ez azért volt, mert Isten azt akarta, hogy hozzátérjünk, hozzá közelebb kerüljünk. Az asszonyok evangélium hirdetővé válnak, visszafutnak és elmondják az apostoloknak, hogy mit láttak és mit tapasztaltak, és leginkább, hogy mit hallottak. De az apostolok, ezek a furcsa férfiak, hát előítélettel állnak a nőkkel szemben, és nem hiszik el, hogy ez a fecsegés, ez igaz lehet. Hiszen ők az apostolok, ők azok, akik nagyon bölcsen, éveken keresztül kiképződtek Jézus Krisztus mellett. Ők azok, akik már évek óta Jézus Krisztus lábainál hallgatták az evangéliumot. Úgy is mondhatnánk, lefordítva, hogy azok a hívők, akik évek óta járnak az Isten tiszteletekre. Tudják, hogy milyen a formája. Tudják, hogy milyen a liturgiája. És szólnak is, hogyha nem az a liturgia következik. Kedves testvéreim, ezek az apostolok előítélettel álltak az asszonyokkal szemben, mert ők biztos voltak, hogy tudják, hogy mi történik, pedig nem tudták. Nem a mi döntésünktől függ az, hogy mi történt ott első húsvétkor, hanem az Istentől. Isten tette ezt, Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust. Mi ne tartsuk üres fecsegésnek. Mi fogadjuk el, és ragadjuk meg, mint ahogy mondtam, hittel, amit az asszonyok mondtak, hogy feltámadt Jézus Krisztus. Fogadjuk el, és ha kell, mi is fussunk, mint ahogy Péter apostol odafutott a sírhoz, és behajolva a lepleket látta, de azt kívánom, hogy mi ne csak csodálkozzunk magunkban, hanem döbbenjünk meg, emlékezzünk vissza, és hittel fogadjuk el, hogy az a Krisztus, aki halott volt, feltámadt, és bennünket is fel fog támasztani az örök életre. Ebben tudunk megerősödni, mikor úrvacsorát veszünk. Ebben tudunk megerősödni, mikor vesszük magunkhoz a kenyeret, és vesszük magunkhoz a bort. Hiszen Krisztus maga mondta, hogy ez az a kenyér,
amely azt a testet jelképezi, amely megtöretett miértünk. És a pohár az új szövetség az ő vére által. Így kívánom nektek, hogy mindig az élet mellett álljunk. Ne a halálra, ne a szomorúságra, ne a gyászra tekintsünk, hanem a feltámadást vegyük komolyan, fogadjuk el, és éljünk ezáltal. Amen. Kedves testvéreim, most Isten igére válaszként énekeljük a 350. dicséretünk harmadik versét. Csendesedjünk el, és imádságban forduljunk Istenünkhöz. Urunk Istenünk, a Szentlélek hatalma által a Te fiad Jézus Krisztusban ajándékoz világosságot. Kérünk a mi szemeinknek, hogy így megláthassuk a Te világosságodat, a megbocsátásnak fénylőn ragyogó világosságát. Mert az a legnagyobb csapás számunkra, ha fényes nappal nem szemlélhetjük a Te világosságodat. Szabadítsd meg azért ettől a csapástól a Te népedet és mindazokat a keresztényeket, akik ezen a napon húsvétot ünneplünk. Szabadíts meg az újra meg újra és állandóan veszedelmes úton tévelygő és veszélyek közé sodródó emberi nemzetséget közelben és távolban egyaránt. Kérünk, Istenünk, szabadíts meg bennünket a félelmeinktől, a rettegéstől. Szabadíts meg bennünket ettől a járványtól, betegségtől. Hadd kérjünk azokért, akik betegen fekszenek az ágyakban, kórházban. Hadd kérjünk, Urunk, az orvosokért, az ápolókért, mindazokért, akik elmondhatják a prófétával együtt, hogy erőd felett való út áll előtted, mert olyan sokat tesznek azért, hogy emberi életek megmaradjanak. De tudjuk, Urunk, hogy Te vagy a mindenható Isten, minden élőnek az Ura, akitől függ az élet és a halál, aki feltámasztottad az Úr Jézus Krisztust. Hálát adunk neked, hálát adunk azért, hogy az ő feltámadása által mi is bizonyosak lehetünk abban, hogy majd, ha eljön az ideje, mi is feltámadhatunk veled együtt. Így kérünk, mindenható, kegyelmes Istenünk, őrizd meg a Te népedet, erősíts meg bennünket hitünkben, reménységünkben, erősítsd meg a keresztényeket itt ebben a kis hazában, és hadd kérjünk, Urunk, a távol lévőkért, akik a határon túl élnek, vagy nagyon messze vannak tőlünk, erősíts meg minket, Urunk, hogy együtt fohászkodhassunk hozzád, kérjünk, kérjük, hogy könyörülj rajtunk, Istenünk, a Te irgalmasságod szerint. Hisszük, Urunk, hogy amit Te elkezdtél, mindazt teljességre is viszed. Megtörtént a feltámadás, szeretnénk ezt hittel megragadni, szeretnénk elfogadni, hogy új életet kezdhessünk. Amen. Most pedig mondjuk el az Úr Jézus Krisztustól tanult imát fennhangon. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, hirdetem a hirdetésekben az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Arra kérjük a kedves testvéreket, hogy aki persze pénzzel is szeretné támogatni a gyülekezeti közösségünket, de nem tudja átutalni, az egy kis borítékba tegye be az előre elgondolt összeget, és majd később, mikor már találkozhatunk személyesen, akkor legyen kedves átadni a pénztárosunknak. Aki viszont teheti, kérjük, hogy átutalással támogasson továbbra is bennünket. Rá kell írni a közleményben, oda kell írni, hogy persze pénz, és esetleg a dátumot is mellé kellene írni. Támogathatják a Magyar Református Szeretett Szolgálatot is, mint ahogy mondtam már, egy újrakezdési alapot hozott létre az egyházunk, melyel azokat kívánják támogatni majd, akik elveszítették a munkájukat a járvány miatt, vagy éppen olyan szociálisan rászoruló családokra gondolhatunk, olyanokat akarnak támogatni, akiknek nagyon nagy nehézséget okoz az élet berendezése és újrakezdése. Amint látjátok, megterítettük húsvét vasárnapján, húsvét első napján az Úrnak szent asztalát. Erre kértünk benneteket is, hogy terítsétek meg az asztalt fehér abrosszal, készítsetek el egy darab kenyeret, egy kis bort, töltsetek egy kis pohárba, és együtt mondjátok majd a lelkészekkel az imákat, és együtt mondjuk el az apostoli hitvallást, készüljünk majd az úrvacsora vételre. Úrvacsora vételre készülve a 457. dicséretünk első, második és harmadik versét énekeljük el. A 457. dicséretünk első, második és harmadik versét. Thank you.
ígéreted szerint légy jelen köztünk. Szólj, hogy akinek van füle a hallásra, hallja a szavadat. Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, mi módon szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát. A legbővebben elénk adja ezt Pál apostol a korintusbeli gyülekezethez írt első levele 11. részében, a 23. verssel kezdődően eképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, s hálákat adva megtörte, s ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, s ezt mondta. E poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hallottuk az ígét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek, az Úr halálát hirdeti, és annak jó téteményét kínálja nekünk, hogy felkészítsen minket az ő visszajövetelére. Próbáljuk meg azért magunkat, és adjunk hálát Istennek megtartó szeretetéért, valljuk meg bűneinket imádságban. Urunk, hozzád emeljük lelkünket, és téged magasztalunk, mert igaz és méltó, szent kötelességünk és boldog kiváltságunk, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, Urunk, Atyánk, mindenható és örökkévaló Isten. Téged magasztalunk, mennyis föld teremtőjét, aki az embert a magad képére és hasonlatosságára teremtetted, aki szereteteddel és hatalmaddal mindeneket fenntartasz. Ezért dicsérünk, áldunk és magasztalunk téged, és mondjuk, szent, szent, szent a seregek ura, teljes mind az egész föld az ő dicsőségével. Dicsőség legyen neked, magasságos Isten. Áldott, aki jön az Úr nevében. Megalázva magunkat, mondjuk el bűnvalló imádságunkat. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Bűneink megvallása után tegyünk vallást hitünkről, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Bűnbánattartásunk és hitvallás tételünk után, otthonainkban a szent jegyek vétele előtt feleljünk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Ezt hiszem és vallom. Végezetül ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ezt ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája,
Hirdetem ti néktek a ti bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, amelyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelemből az ő szent fiának érdeméért, mindnyájunknak. Amen. Most pedig, kedves testvérek, otthonaitokban vegyétek magatokhoz a szent jegyeket. Keresztény testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből most mi is. Kérünk és intünk titeket, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ha annak okáért helye van Krisztusban az intésnek, ha helye van a szeretet vigasztalásának, ha helye van a lélekben való közösségnek, ha helye van a szívnek és a könyörületességnek, teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetve egy érzésben. Semmit se cselekedve versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbnek tartsátok magatoknál. Ne nézze kiki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, amely Krisztusban is megvolt, aki amikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak, hogy ő egyenlő Istennel, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, emberekhez lett hasonlóvá, és amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, és engedelmes volt a halálig, mégpedig a keresztfának aláláig. Annak okáért az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozott neki olyan nevet, amely minden név fölött való, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Imádkozzunk! Áldjad én lelkem az Urat, s egész valóm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Áldunk téged, jóságos Istenünk, mert íme megbocsátod minden bűnünket, meggyógyítod minden betegségünket, s megváltod életünket a koporsótól, kegyelemmel és irgalommal koronázol meg minket. Bizony könyörülő és irgalmas vagy te, Atyánk, késedelmes a haragra és kész a kegyelemre. Nem fedd ez szüntelen, s nem tart haragod örökké. Nem bűneink szerint bánsz velünk, s nem fizetsz álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a föld felett, s amilyen távol esik napkelet napnyugattól, olyan nagy a te kegyelmed, s olyan messze veted vétkeinket tőlünk. S mint az Atya könyörül gyermekein, úgy könyörülsz te, Istenünk, mi rajtunk. Hála neked, hogy hozzánk való szereteted megmutattad abban, hogy adtad értünk a te szent fiadat, aki meghalt értünk, mikor mi még bűnösök voltunk. Istenünk, Atyánk, tartsd meg és növeld lelkünk bizonyosságát abban, hogy akik megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk immár a harag ellen ő általa. Tartsd meg és növeld lelkünk bizonyosságát abban, hogyha amikor ellenségeid voltunk, megbékéltettünk veled fiadnak halála által,
sokkal inkább megtartatunk most az ő élete által. S mert az Úr jó volt a örökkön örökké az őt félőkön, s azoknak fiain, kik megőrzik az ő szövetségét, áldjátok az Urat, ő angyalai, mennek seregei, áldjátok az Urat minden teremtményei, áldjad én lelkem az Urat. Amen. Záró énekként a 356. dicséret 4. és 5. versét énekeljük az áldásvétel előtt. Békességnek Istene pedig, aki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, örök szövetsége által, a mi Urunkat, Jézust, tegyen titeket készségessé minden jóra, hogy cselekedjétek azt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen.